Önök a Nyugdíjguru Szabad Egyetem adását látják. Ebben a részben a nők kedvezményes nyugdíjával kapcsolatban azt a feltételt fogom boncolgatni, hogy hogyan kell megszüntetni a munkaviszonyt és egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt akkor, amikor igényeljük a nők kedvezményes nyugdíját. Onnan kell kiindulnunk, hogy három alapvető feltétele van a nők kedvezményes nyugdíjának, az előző részekben már. Részletesen elemeztem, hogy a 40 évi jogosultsági időt hogyan kell értelmezni, és azon belül a legalább 32 évi munkavégzéssel szerzett jogviszonyokat hogyan kell beszámítani a jogosultsági időbe. Most a harmadik alapfeltételt boncolgatjuk, ami azt jelenti, hogy a hölgyeknek azon a napon, amelytől kezdődően majd kérik a nők kedvezményes nyugdíjának megállapítását, nem állhat semmilyen biztosítási jogviszonyban a társadalombiztosítás szerint, és ez a bizonyos jogviszony megszüntetés, ez kulcsfontosságú tényező ahhoz, hogy a nyugdíjra jogosultak lehessünk a hölgyek kedvezményes nyugdíj esetében. Induljunk ki abból, hogy a legtöbben munkaviszonyban dolgoznak. A munkaviszonyt a munkatörvénykönyve szabályozza, és a munkatörvénykönyve sajnos nem tartalmaz külön rendelkezést arra nézvést, hogyha egy hölgy igényli a nők kedvezményes nyugdíját, akkor neki hogyan kell megszüntetni a munkaviszonyt. Tehát nem mondja ki a munkatörvénykönyve, hogy a munkáltatója köteles ilyen esetben felmondással megszüntetni a munkaviszonyt. Természetesen lehetséges, hogyha a munkáltató egy kedves munkáltató, aki szívén viseli a hölgyek érdekeit, akkor ő fog felmondani arra való tekintettel, hogy a hölgy igényli a kedvezményes nyugdíját. Viszont mivel ezt nem írja elő a munkatörvénykönyve, a legtöbb esetben sajnos az marad a hölgyek számára, hogy ők maguk mondanak föl a rájuk vonatkozó felmondási idővel a munkáltatójuknak, de a leges, legjobb megoldás az lenne, ha nem hajlandó a munkáltató felmondani, akkor közös megegyezéssel szüntessék meg a munkaviszony, mert a közös megegyezésben kitérhetnek arra, hogy milyen potenciális végkielégítésben, milyen ellátásokban részesüljön a hölgy, mielőtt megszűnne a munkaviszonya. Közös megegyezésben arra is kitérhetnek, hogy hány hónapig nem kell már dolgoznia, vagy adott esetben, hogy a szabadság megváltással hogyan számolnak el. Tehát a munkaviszony kapcsán arra törekedjünk, hogy ha nem hajlandó felmondani a munkáltatónk, a nyugdíjba vonulásra tekintettel, akkor próbáljunk közös megegyezést elérni. Teljesen más a helyzet a közalkalmazottak tekintetében. Tudjuk, hogy nagyon-nagyon sokan közalkalmazottként dolgoznak az érintett hölgyek. Ebben az esetben a szabályozás sokkal kedvezőbb az ő számukra, mintha munkaviszonyban dolgoznának. A közalkalmazásban dolgozó hölgyeknek ugyanis a törvény előírja, hogy köteles a munkáltatójuk felmentéssel megszüntetni a közalkalmazotti jogviszonyukat, mégpedig úgy, hogy a felmentési idő utolsó napjára eshet a jogosultság teljesítésének a napja, vagyis az a nap, amikor megvan a 40 évi jogosultsági idő. Ez természetesen az érintett hölgynek igazolnia kell, amit úgy tud megtenni, hogy Kér egy úgynevezett hatósági bizonyítványt a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságtól bármelyik kormányhivatalban, és ez a hatósági bizonyítvány fogja majd igazolni, hogy melyik napon lesz meg neki a 40 évi jogosultsági ideje, és azon belül a 32 évi munkával szerzett szolgálati ideje. Ilyen esetben a Adott közalkalmazott hölgy munkáltatója köteles felmentéssel megszüntetni a jogviszonyt, ebből következik, hogy jár az adott hölgynek a felmentési idő, ami a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti időtartamban jár. Ezen felül jár természetesen a jubileumi jutalom is a részükre. Itt is van egy nagyon fontos kiegészítő szabály, hogyha legalább 35 évi közalkalmazotti jogviszony tud az érintett hölgy igazolni, akkor az ő esetében a 40 éves jubileumi jutalmat köteles kifizetni a munkáltatója. Sajnos végkielégítés ilyen esetben nem jár, mint ahogy semmilyen esetben nem jár a nyugdíjjal kapcsolatban végkielégítés, de a jubilómi jutalom és a felmentési idő az egy nagyon fontos elem. Itt meg kell jegyeznem, nagyon sokan nem tudják, hogy a felmentési idő legalább felére köteles a munkáltató a munkavégzés alól is mentesíteni az érintett hölgyet, vagyis ilyen esetekben már nem kell dolgoznia, de az illetménye, a távolléti díja jár ezekre a hónapokra is. Még egy fontos szabály, amit rengetegen kérdeznek tőlem, hogyan kell az adott évre vonatkozó szabadságokkal elszámolni, ha az érintett hölgy elmegy a nők kedvezményes nyugdíjába. Úgy kell elszámolni, hogy lehetőleg a felmentési idő kezdetéig számoljanak el ezzel, például úgy, hogy kiadják a szabadságot az érintett hölgy számára. A szabadságot egyébként a felmentési idő azon részére is ki lehet adni, amikor egyébként az érintett hölgynek még dolgoznia kellene. Ha nem lehet kiadni a szabadságot, mert olyan sűrű a munka, akkor a jogviszony megszűnésének napján az időarány a szabadság ellenértékével el kell számolni, tehát az forintban ki kell fizetni az érintett hölgynek. Mi a helyzet azokkal a hölgyekkel, akik köztisztviselőként, közszolgálati tisztviselőként, kormányzati tisztviselőként és hasonló közszolgálati jogviszonyban dolgoznak? Ilyen esetben szintén köteles az ő munkáltatójuk is felmentéssel megszüntetni az ő jogviszonyukat, de ne felejtsük el, hogy a felmentési idő ezeknek a kategóriáknak csak kettő hónap, és a kettő hónap felére kötelesek mentesíteni őket a munkavégzés alól. Tehát ezek nagyon fontos dolgok, mivel a nők kedvezményes nyugdíjának harmadik alapfeltétele az, hogy azon a napon, amikor tól kéri majd a nők kedvezményes nyugdíját, nem állhat az érintett hölgy semmilyen társadalombiztosítási jogviszonynal érintett se munkába, se közalkalmazásba, se közszolgálati jogviszonyban. A következő részben majd feltárjuk, hogy ha már megkaptuk a nők nyugdíját, milyen feltételekkel dolgozhatunk mellette addig is iratkozzanak fel az ingyenes heti hírlevelemre, amelyből minden fejleményről időben értesülhetnek, ami érinti a nyugellátásokat, a nyugellátásra való felkészülést, egyáltalán az időskorra való felkészülést, de a legfontosabb, hogy tisztában lehetnek a hírlevelem olvasása nyomán az önöket megillető jogokkal, az önöket megillető lehetőségekkel. Köszönöm.